Képviselőt elfogadja, igen, elfogadja a válaszoló személyét. Mindig Józsa elfogadom. István képviselőt illeti a szó. Azzal együtt, hogy nagyon szerettem volna miniszterasszonyt hallani ebbe a kérdésbe, de sajnos a arénába mindig államtitkár urat küldi be, holott én úgy gondolom, hogy államtitkár úr vétlen ebbe a Fidesz mutyiba, hiszen ön szakember, és itt a Fidesz trafik mutyija valójában milliók igazság érzetét sérti, és nem csak a dohányosok körében. Azok járnak alapvetően rosszul, mert 1000 forint fölött lesz a cigaretta, de nagyon sokak igazságérzetét sérti ez a trafiktörvény. Most, hogy kitört a botrány, Lázár János hirtelen megvilágosodott, és újraértékelné néhány vesztes trafik ügyét. Miután korábban kijelentette, hogy a trafikpályázatok elbírálása önök szerint szakmai alapon, ön is ezt mondta államtitkár úr, ami nagyon kérdéses, szakmai alapon mérték oda a döntéseket az állami tulajdonú nemzeti dohánykereskedelmi non-profit ZRT hozta meg, legalábbis papíron, csak az a kérdés, hogy ki fogta a ceruzát a döntést megelőzően, ki döntött valójában. Ha most felülvizsgálják, akkor ezek szerint tényleg fideszes vezetők befolyásolták a leendő trafikjogok kiosztását? Vagy most akarják befolyásolni, amikor felülvizsgálják az egészet? Igaz volna a hír, hogy politikai alapon született a döntés a koncessziós jogokról, és a Fidesz haverok kapták a legjobb trafikokat? Az is kérdésem, hogy szakmai alapú döntések születtek, ha felteszem. Akkor most, hogy Orbán Viktor miniszterelnök beszólt az államtitkárának, hogy felül kell vizsgálni, akkor most milyen szakmai kérdéseket vizsgálnak fel? Egyáltalán államtitkár úr, válaszoljon már arra, miért forgattak ki több tízezer embert a szerény megélhetéséből? Miért kellett ez önöknek? Miért a Fidesz vezetők baráti köre vitte el a legjobb trafikok ezreit? Tízezer koncepciós pályázatból most 100-at fölvizsgálnak. Hol itt az igazság, államtitkár úr?